Mi történik, ha a századfordulós Budapest legnagy stílű bűnözője épp azon az éjszakán tör be, amúgy szeretett ügyvédje lakásába, mikor az áruhában a várost járja, és a főváros leglúzerebb rendőre épp elcsábítani készül az ügyvéd áhított feleségét, miközben két fiatal életük első közös titkos éjszakájára készül. Mindez kiderül Molnár Ferenc első nagy sikerű bohozatából. Találkoztál már Molnár Ferenccel a rendezői pályafutásod során? Nem, sosem. Igazából a kortársaival és a stílusával igen. Mert természetesen olvastam szinte mindentőle, de én még nem rendeztem. Rendeztem már Szomori, Itt szép Ernőt, nagyon hasonló bizonyos szempontból. De ez más, ez a Molnár Ferenchez képest összem egy kicsit más típusú darab, mint amiket később. Nagyon szeretem, hogyha valakinek van stílusa, és ez gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyen szerző, a Molnárnak nagyon van stílusa, és akkor innentől kezdve nagyon érdekes játszani. Tehát hogy nem egyfelől van egy ilyen bohózat, olyan, ami nagyon-nagyon sokat írtak, de nyilván attól, hogy ezt ő írta, meg van egy ilyen nagyon sajátságos íze, amitől ez izgalmas. Maga a műfaj az nagyon, azt gondolom, hogy közönségbarát, hiszen ez egy bohózat tulajdonképpen, és méghozzá nem is rossz, úgyhogy valószínűleg mindenki jól fog szórakozni, aki eljön.